És egy kérdést nem teszek föl reggelente. Soha. Az, hogy van-e kedvem elmenni edzeni. Mert ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Ez nem biztos, hogy van, ezért nem teszek föl olyan kérdést, aminek a válaszára nem vagyok kíváncsi. Csak csinálod. Csak csinálom. Jár a lábad. Evés közben jön meg az étvágy. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és egy következő villámkérdésekben üdvözöllek titeket. Ha most találkozunk először, annyit kell tudnatok, hogy ezek fix kérdések és mély válaszok. Az eheti vendégemet nem annyian ismerik, mint kellene. Benkő Vilmosnak hívják, közgazdász eredetileg, egy igazi amerikai-magyar vagy magyar-amerikai, ezt majd eldöntitek a beszélgetésből. Amerikában nőtt fel. Egészségügyi területen vannak befektetései és vállalkozásai. Ő honosította meg Magyarországon társaival az ATM-eket, a pénzkiadó automatákat, és a rendszerváltásnál úgy döntött, ez az utáni időszak, hogy ő abból a biztos nyugati kultúrából, amit amerikai álomnak nevezünk, idejön, és megpróbál itt is tenni, jót tenni. És mennyi mindent tett. A Toastmasters nevű nyilvános beszéd képzést is ő hozta haza Magyarországra, és azóta is több olyan, mind karitatív, mind pedig cégek számára lévő nyilvános beszéd tanfolyamot tart, ahol az a célja, hogy az emberek önértékelése és a kifejezése is egy magasabb szintre jusson. Willit a mentoromnak, és talán barátomnak is nevezhetem. Nagyon izgatott vagyok, hogy köszönhetem a villámkérdésekbe. Tehát Benkő Willi a vendégem. Willi, az első kérdésem, hogy ha a gyermekkorodra visszaemlékszel, van-e egy olyan tanács, gondolat, amit ott kaptál valakitől, családtól, barátoktól, ami az egész életeden át végig kísért? Ha kudarcot tapasztalsz, állj föl, porold le magad, fuss neki még egyszer. Mi a háttérsztoria? Történt veled valami ott? Ezt a tanácsot 17 éves koromban kaptam, amikor életemben először kaptam lehetőséget, hogy 800 diák előtt beszédet mondhassak, és felsültem. És ebből a felsülésből kellett keresnem egy olyan megoldást, hogy hogy tudom feldolgozni ezt a kudarcot, mit kezdjek vele, szabad-e ezzel foglalkozni, lehet, hogy ez egy olyan jelzés nekem, hogy nekem erre a területre soha nem szabad kilépni, de egy ismerősöm mondta, hogy kudarc az nem kuda, akkor kudarc, ha ott maradsz, állj föl, porod le magad, fuss neki még egyszer. És hát elég jól neki futottál, mert végülis a publikus beszéd az egyik szakterületed. Ez egy szenvedélyé vált, tehát egy mély gödörből valóban lehet csúcsokra fölmászni, ha az ember hozzáfog és elkezdi feldolgozni azt a kudarcot, megtanulni azokat a fortéokat, vagy azokat a mozdulatokat, amitől kiérdemelheti azt, hogy jobban és teljesítsen. És teljesít. Igen. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, milyen tanácsot adnál neki? Azt mondanám neki, hogy vállalj több kockázatot, próbálj ki több mindent, most ebben nem kell valami rosszra gondolni, de vállalkozásokat, ötleteket, területeket, ne csak egy szűkebb üzleti területet válasz, tehát próbára magad. Ugorjunk 10 évet, ugyanez a kérdés a 30 éves önmagadnak, hogy mit tanácsolnál, és hogy hol voltál akkor az életedben? 30 éves koromban voltam annak a mesdjén, hogy vállaltam egy országváltást, és kellett az életem korábbi lendülete ahhoz, hogy merjem azt a lépést megtenni. Kényelmes, visszahúzódó, baráti kör, ismert, nincsen idegen, nem kell félni attól, hogy nap mint nap idegen szituációval fogok találkozni, és ezt lecserélni arra, ami pontosan az ellentétje. Ki tudod fejteni, csak hogy ugye hol voltál? USA-ban éltem, Texasban éltem, Texasban volt saját cégem, elkezdett mozogni a fal, el kellett gondolkodnom azon, hogy kezdek valamit ezzel a helyzettel, ami most életemben először fordul elő, vagy hagyom, hogy elmenjen, és akkor lehet, hogy 10-15 év múlva azt fogom sajnálni, hogy de kár, hogy nem léptem. Mi az, amit látsz a világban, hogy az emberek prédikálják, hogy az úgy van, az igazság egy ilyen elfogadott tény, ha úgy tetszik, de szerinted egy oltári nagy marhaság? Ezt majd csak 5 év múlva, vagy 10 év múlva tudom majd 100%-ra mondani. Egyre fontosabb lesz az embereknek eladni saját magukat, hogy kapcsolatban maradjanak az érzéseikkel, hogy merjenek lépni, amikor valami nem úgy alakul, ahogy ők szeretnék. Tehát félek attól, hogy
túlzottan a technikára fogunk hivatkozni, és elvárjuk attól, hogyha az érzékelő nem jelez egy pirosat vagy egy zöldet, akkor nem lépek, mert az érzékelő az megbízhatóbb nálam. Fent kell tartani ezt a jogot magamnak, hogy én döntsek, és nem az érzékelő. És itt van ugye, hogy mondják, hogy a hard skill-ek milyen fontosak, és tanuljon az ember szakmát, és pont a világnak ezen a pontján elfelejtik, hogy a soft skill-ek, a kommunikáció, hogy kifejezzük magunkat, hogy tudjunk kritikát fogadni, hogy azt egy pozitív dolognak értékeljük, ezeket meg nem, hogy megtanulnák, de még egy ilyen eretnek dolognak is gondolják. Igen, nem szeretünk kapni, nem szeretünk adni kritikát, tehát őszinte, kétkézzel fogható és hasznos visszajelzést kapni emberektől nehéz. Nem merik megmondani, illetve nem biztos, hogy tudják, hogy hogy kell megmondani, és félnek attól, hogy esetleg ők is kapnának valamilyen kritikát. Ezt nem akarom, ezt úgy fogom elkerülni, hogy én sem fogok adni. De amúgy haladni előre meg másképpen nem lehet. Másképpen nem lehet. Megfordítom a kérdést. Igen. Hogy van egy olyan dolog, amiben te szentül hiszel, tudod, hogy úgy van, de nehezen vagy még nem tudod bizonyítani. Én azt vallom, hogy akik megfelelő módon tudják saját magukat kifejezni, hogy ők messzebb fognak haladni a saját pályafutásukon. De az a távolság, az nem pénzben mérhető. Vagy jobb érzéssel telik meg majd a szívük. Úgy érzik, hogy komolyabb hatást tudtak kifejteni, értékesebbek, egy olyan követendő példát tudnak mutatni. Hogy azt tudja nyugodtan vállalni, és nem az van, hogy valaki egy ellenvéleménynek ad hangot, és ő egyből elkezdi a másikat személyében támadni, hogy hülye, vagy aluliskolázott, vagy legyen az valami megjegyzés a származása. Ez az önértékelés, hogy legyen egy olyan önazonossága, hogy én ez vagyok, én ezt képviselem, tanulni is nagyon nyitott vagyok, de amikor van egy olyan helyzet, akkor én bevállalom, hogy X. Igen, tehát legyek úgy, érezem magam úgy biztonságban, hogy ne kelljen a másikat megtámadni. Tehát én ebben hiszek. Én ezt magaménak érzem, nem érzem annak a szükségességét, hogy mindenkit arról meggyőzzek az utolsó emberig. Valaki. Biztos, hogy egyet fog érteni, valaki nem. De én akkor is nyugodt vagyok a saját nézetemmel kapcsolatban, ha nem értenek velem egyet. Remélem, erre nagyon sok bizonyíték fog jönni az évek én során, is. Hogy... Én is. Van olyan idézet, vagy gondolat, ami mentén éled az életed? Miközben imádkozol, mozogjon a lábad. Tehát nem elég várni a csodát, tenni is kell érte. Én hiszem azt, hogy jöhetnek váratlan pozitív hatások az ember életében, de azt várni, hogy, vagy azt úgy megközelíteni, hogy kiszervezem másoknak, hogy oldják meg helyettem, lehet az a teremtő, lehet az a szomszéd, azt nem tartom célszerűnek. Vannak, akik azt mondják, hogy ők úgy sodródnak, de ezt a pozitív értelemben, hogy velük úgy mindig megtörténnek a dolgok, tehát nem kell úgy belegondolni, mert mondjuk ott van a munkahelyén, és lesz egy előléptetése, még egy előléptetése, és tényleg látszik egy olyan embernek, mint például én vagyok, és szerintem ebben hasonlítunk, hogy igenis mi kezünkbe fogjuk a dolgokat, és nem csak imádkozunk, hanem mozog a lábunk, és nem várjuk a csodát, hanem teszünk érte. Azt mondja, hogy ami jön, annak én teszek, de minek tegyek többet, hiszen úgyis visz egy sodrás. Én nagyobb befolyást szeretnék gyakorolni arra a lendületre, ami végig fog kísérni az életem során. Tehát magamhoz veszem azt az egy-két szenvedélyt vagy feladatot, amit folyamatosan irányítok, ahol én döntöm el, hogy mennyit fogok beletanulni, mennyit fogok gyakorolni, milyen értéket fogok én azzal kihozni. Tehát van valami az életemben, vagy más életében lehet ez egy sport, amire folyamatosan készül, érzi, hogy van tétje, érzi azt az izgulás belül, hogy most megfelelek, nem felelek meg, és nem futamodik meg egy ilyen helyzet elől, hanem keresi ezeknek a lehetőségét az élete során. És aki mondjuk nem így vélekedik, hogy összekössem az előző kérdésünkkel, ő neki mondjuk mit tanácsolnál? Jó az, ahogy ő éli az életét, vagy próbáljon találni egy olyan Az sportot? Egy megoldás. Lehet, hogy jól fog keresni, lehet, hogy jó lesz a nyugdíja, lehet, hogy egy boldog ember lesz.
Én el tudom képzelni azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez egy tökéletesen megfelelő modell, és ha minden egyszerre úgy alakul, ahogy alakulnia kell, akkor ők boldogok lesznek. Nagy kérdés ott van, és itt nem tudunk válaszolni, hogy mi lesz a jövőben, és képes lesz azt a lendületet megtalálni, ha esetleg valami megváltozik a munkahelyén, az egészségével, párkapcsolatban, tehát tudnak olyan dolgok is történni az ember életében, amire nem számított. Sokszor meglepődünk, és van olyan ember, kicsit szleng kifejezés, az padlót fog, de egyszerűen arra ébred, hogy arccal lefelé fekszik a padlón, ami önmagában véve nem baj, csak nem egy rövid ideig van ott, hanem elég sokáig. Igen. Ugrok egyet. Van olyan dolog, ami mondjuk gyakran megtörténik veled, vagy megtörtént, és így furcsánlottad, hogy ez veled úgy mindig megtörténik? Gyerekkorban, 12-től mondjuk 20 éves koromig, az már nem annyira gyerekkor, éreztem azt, hogy nem képviselek egy olyan értéket mások számára, vagy mások irányába, amitől mondjuk egy csapatot alkottak, vagy összehoztak, akkor első között lettem volna, akit beválasztottak volna. Tehát nem voltam jó kosárlabdában, nem voltam jó fociban, tehát nem volt olyan téma, amiben kifejezetten jó voltam, és amit más elismert volna. Én ezt egy hiányként éltem meg, és részben ez motivált annak idején, amikor elkezdtem foglalkozni a nyilvános beszéddel, hogy szeretnék kialakítani magamnak egy olyan területet, legalább egy olyan területet, amiért én felelek, és aminek a minősége fölött csak én te rendelkezel. Igen. És van valami, amit cikinek tartasz, tartottál magadba, és ha igen, akkor azt hogy változtattad meg? Nem volt sok jó példa körülöttem, családban sem, ahol őszintén nyíltan meg lehetett volna beszélni félelmeket. És így az ember sokáig úgy érzi, én sokáig úgy éreztem konkrétan, hogy azok a félelmek, amiket én megélek, azokat csak én élem meg, ilyen szempontból különc vagyok, és a többiek nem félnek. Amikor találkoztam olyan emberekkel, már inkább egyetemista voltam, akkor kezdtem észrevenni, hogy sok hasonlóság van köztem, meg mások között, tehát nem ők élik a tökéletes életet, vállalják, felvállalják, beszélnek róla, és így akkor megnyílt egy világ előttem, mert nem éreztem magam annyira különcnek. Mi az, amilyen szenvedélyeknek élsz mondjuk esténként, vagy hétvégenként? Szeretek olvasni, részben azért, mert szeretek olvasni, részben azért, mert táplálom magam újabb információkkal, vagy anekdotákkal, történetekkel, és nagyon szeretek előadni, illetve szeretek segíteni másoknak kedvet kapni ahhoz, hogy elinduljanak a tanulás útján. Az elmúlt hétvégén, vasárnap reggel 9-kor beszédet mondtam egy iskolában, 50 diák részére, ilyen élettervezés életútról. Rengeteget olvasol, tehát mindig, amikor találkozunk, mondod, hogy mennyi van a Kindle-be berakva, és gyűjtöd. Igen. Mi a trükk? Hogyan olvasod? Hogyan válogatsz könyveket? A Kindle-nak van egy jó tulajdonsága, meg egy rossz tulajdonsága egyben, az, hogy van egy kívánságlista. Tehát nem kell egyből megvenni a könyvet, hanem be lehet jelölni, és akkor megjelenik a kívánságlistán. Ha valaki ajánl valamint, hogy azt mondja, hogy ezt olvastam, és konkrétan rád gondoltam, és ezért, akkor azt a lista élére veszem azt a könyvet. Meg kellett tanulnom, hogy ha olvasok, a Kindle-t azért szeretem használni, mert egyben jegyzeteket tudok készíteni. Meg lehet jelölni a szöveget, és azt át lehet rakni olyan programokba, amik úgy csoportosítják, hogy visszakereshetővé teszik. Én is imádom, én az Evernote-ot használom, amivel egy össze van kapcsolva, én nem Kindle-on, hanem sima Apple-ös iBooks olvasóval csinálom, és egyből menti át oda, és utána rendszerezhetem, ez tényleg zseniális, hogy így el lehet érni. Igen. Egyszer kell megtanulni, és utána használni. És használod. És utána nehéz visszatérni. És mi az a könyv, amit a legtöbbet ajándékozol? Van egy könyv, az egy angol könyv, az a címe, hogy The Slight Edge. The Slight Edge. És ez a könyv arról beszél, hogy mit lehet tenni, hogy azt arra pici előnyre
szert tegyél. Nem nagy előny, hanem pici előny, ami az idő múlásával naggyá válik. És ez a könyv zseniálisan leírja azt, hogy aki nem szeret, már pedig sokan nem szeretnek olvasni, hogy tűzön ki egy teljesen könnyen elérhető napi célt, hogy 10 oldalt olvasson el. És elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és mondottam, de milyen béna ajánlás ez, hogy 10 oldalt. De utána szépen kifejtette, hogy ez egy hónap végére, ez 300 oldal, ez egy könyv. Ez egy könyv. Ez egy év végére, ez 12 könyv. Tehát az ember nem csinál semmi más, mint napi 10 oldalt olvas, akkor a világ populációjának a első top százalékába kerül azzal, hogy napi 10 oldalt. Mi az, ami izgalomba hoz? Amitől izgatott leszel? Kíváncsi vagyok, hogy 10 év múlva például a repülés terén mi lesz. Valóban kocsik fognak fejünk fölött röpködni. Ha az utcán nézzük néha, hogy vezetnek az emberek, akkor az ijesztő, hogy ezt a fejünk fölött csinálnák. Milyen messzire fogunk tudni elmenni? El tudunk valóban küldeni embert a Marsra? Tudok-e majd 10 év múlva tátott szájjal felnézni valamire? Mik azok a főbb döntési pontjaid, ami által azzá váltál, aki vagy? Vállaltam elsősorban azt, hogy én, mint személy, a személyemben változni akarok, tehát felismertem azt, amikor összehasonlítottam magam másokkal bizonyos területeken. Jobban tudtak előadni, nyitottabb volt a személyiségük, kreatívabban közelítettek meg kérdéseket. Amikor magamat fel tudtam tornázni ezeken a területeken, hogy olyan legyek, mint egy bálvány, most ezt idézőjelben mondom, de olyan, akire felnézek. Példát tudjál mutatni. Példát tudjak mutatni, és elérni azt a pontot, hogy az egy perc séta megtörténjen, most képletesen mondom, de a sportban az egy perc séta megtörténjen, és utána minden nap egy picivel messzebb futni, vagy messzebb sétálni. És kell talán 15-20 nap, mire az erkölcsi súlya olyan, hogy az ember azt mondja, hogy hát most ma nem megyek ki, és akkor véget ér ez a 20 napja tartó sorozat. Nem. Kedvenc kudarcok? Amikor 17 éves voltam, és 800 diák előtt kellett beszédet mondanom, és felsültem, az egy meglehetősen kellemetlen kudarc volt, de ha nem olyan mély a fájdalom, akkor nem biztos, hogy olyan hatása van rám, hogy nekem ezt meg kell oldani még hozzá, amilyen gyorsan csak lehet. Ez az egyik fájdalom. A másik meg üzleti döntések során voltak olyan kudarcok, ahol azt hittem, hogy ismerem az illetőt, kicsit lazábra vettem a megközelítést. Jó, mert a pénz utána lepapírozzuk. Rájöttem, hogy nem kellett volna. Nem kellett volna. Ezt hívják tanulópénznek? Ezt hívják tanulópénznek. Én vállalom, az én életemben nem egy alkalommal volt ilyen tanulópénz, azon vagyok, hogy a jövőben egyre kevesebb legyen. Mi volt eddig a legjobb befektetésed? Hát az első számú legjobb befektetésem az én voltam, saját magam, mert én viszem előre a többieket. Egészségügyben jó befektetések voltak. Jó befektetés volt csatlakozni évekkel ezelőtt egy induló vállalkozáshoz Magyarországon, ahol elkezdtünk egy készpénzkiadó automata hálózatot telepíteni. Direkt úgy tettem fel a kérdést, hogy lehetett ugye anyagi értelembe és saját magunk számára véve is válaszolni. Ha ugyanez a kérdés úgy, hogy 20 000 forint alatti tétel, tehát ami nem feltétlen ugye az, hogy egy nagyon nagy összeget kellett mozgatni. Mi a legjobb, mondjuk 20 000 forint alatti vásárlásod? Az egy könyv lenne. Az első könyv évekkel ezelőtt már sárgulnak a lapok. Az Tony Robbinsnak volt egy könyve, az volt a címe, hogy Awaken the Giant Within You. És azzal, hogy beletanult, és kitűzte magának célul azt, hogy ő ezen a területen a lehető legjobb akar lenni, el is érte. Ott van még, minden nap látom a polcon. Ezt a könyvet nem fogom soha kidobni. Ha foghatnál egy óriás plakátot, és bárhova helyezhetnéd, bármit írhatnál rá, hova helyeznéd és mit írnál rá? A repülőtérre vezető út mellé tenném,
és azt írnám rá, hogy ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Imádom. Hogy néz ki a reggelednek a első 30-60 perce? Van-e benne bármilyen rutin? Kimászom az ágyból, fölveszem a tornacipőmet, és elmegyek. Egy óra edzés. Így kezded? Ez így kezdődik minden reggel. Nem olvasok előtte, nem reggelizem előtte, tehát megvan ez az első óra. Utána visszajövök, letusolok, elkészítem a reggelit a fiamnak, illetve minden reggel elvégzek két leckét a Duolingon, német és spanyol nyelvleckét, de reggel elolvasok a Bibliából, az Ótestamentumból, meg az Újtestamentumból két-két fejezetet, és elolvasok egy anyagot az interneten, amit egy alabamai egyház tesz közé. És ez az olvasás, az megtörténik, miért eljövök hazulról. És így indulsz el ezután? Így indulok el minden nap. Bármi más rutin, szokás a napjaidban? Én egy korán kelő, korán fekvő ember vagyok, tehát én magam kerülöm azokat a szituációkat, ahol nagyon sokáig kéne kint lenni este. Akkor a speak gála egy picit nehéz ilyenkor. Speak gála ilyenkor kicsit nehéz, abból nincs olyan sok, de én igyekszem korán feküdni és korán kelni. Arra jöttem rá, hogy az én kedély állapotom nagy mértékben függ attól, hogy mennyit aludtam. És utálok rossz kedvű lenni, utálom azt, amikor picit missz vagyok, és rájöttem egyszerűen a tapasztalat során, hogyha időben fekszem, én inkább korán kelek, inkább a sötétben kelek, tehát az egy csöppet nem zavar engem, és ahhoz, hogy jól érezzem magam, és ne kezdjek mindenféle hosszú magammal történő könyörgésbe, hogy nem akarok menni edzeni, meg nincs kedvem, kicsit fúj a szél, tehát ez segít egy jó kedélyállapot megelőzni. És egy kérdést nem teszek föl reggelente. Soha. Az, hogy van-e kedvem elmenni edzeni. Mert ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Ez nem biztos, hogy van, ezért nem teszek föl olyan kérdést, aminek a válaszára nem vagyok kíváncsi. Csak csinálod. Csak csinálom. Jár a lábad. Evés közben jön meg az étvágy. Nem mindig van kedvem, de amikor visszaérek, addigra van. Addigra van. Ez teljesen így van. Szerintem még két kérdés van. Van-e bármilyen olyan, ez is ilyen trükkök, hekkek. Van-e e-mailezési trükköd, hogy hogy kezeled, vagy már nem kapsz mondjuk annyi e-mailt, hogy bármit be kéne vezetni, vagy hogyha ott vagy a gépeden. Milyen e-mailezési trükkjeid vannak? Nincsenek e-mailezési trükkjeim. Nem írok, általában nem írok nagyon hosszú e-maileket. Az e-mailt arra használom, hogy megszervezek egy beszélgetést, és utána leüljek is, szeretek szemtől szembe beszélgetni emberekkel. Nem kell nekem posztolni, az én életem minősége nem függ attól, hogy hány lájkot kapok, meg milyen közösségi szerepléseim vannak. Amit csinálok, a szívvel, lélekkel csinálom, de nem fogok és nem is akarok mindent csinálni. Ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, bármilyen értelemben, mihez kezdenél? Indítanék egy akadémiát gyerekek részére, 13 éves kortól, és elkezdeném ezeket a gyerekeket tömegesen képezni arra, hogy növeljük az önbizalmukat. Hogy későbbiek során, amikor jönnek a nehezebb kérdések az életben, rendelkezzenek azzal az önbizalommal, és merjenek lépni, dönteni, és hozzáfogni. Egy utolsó üzenet a hallgatóknak, akár olyan szemszögből, hogyha egy tanácsot adhatnál nekik, hogyha ámulnak, bámulnak, hogy milyen gyönyörűen fejezed ki magad, hogy kezdjék el? Keressenek valakit, akire felnéznek. Tehát legyen egy olyan minta, akitől el lehet kezdeni egy-két trükköt, vagy egy-két szófordulatot lesni. Vili, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nektek köszönöm, hogy néztetek, hogy velünk voltatok. Hogyha most találkoztunk először, és nem szeretnétek lemaradni még ilyen beszélgetésekről, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Sziasztok! Köszönöm!